A jogállamiság ügyét nem szabadna összekötni az uniós költségvetéssel, mondta a portugál miniszterelnök az Euronews-nak. António Costa a költségvetéssel foglalkozó uniós csúcs előtt adott interjút stábunknak. Ő vezeti a Kohézió Barátai nevű országok csoportját. A mostani javaslat több szempontból is rossz, hiszen nem tudja majd finanszírozni azokat a politikákat, amelyeket az Európai Bizottság és az Európai Parlament meghatározott. A parlament négy legnagyobb frakciója egy véleményen van, azt mondják, olyan költségvetés kell, amely megfelel a politikai terveiknek. Nem ígérhetünk úgy, hogy nem teljesítjük azokat. Ezek a pártok világosan fogalmaztak, nem szabad megkurtítani a kohéziós alapokat és az agrárpénzeket. Ennek nem szabad megtörténnie, hiszen ezek az európai identitás alapjait adják, ezek viszik közel az uniót a polgárokhoz, de a büdzsé alapozná meg a digitális átmenetet és a klímaváltozás elleni harcot is. A költségvetés része lenne a jogállamisági mechanizmus is. Azok az országok, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiságot, forrásokat veszítenének. A kohézió barátai csoportban vannak olyan tagok, név szerint Magyarország és Lengyelország, amelyek bírálják ezt a javaslatot. Ön szerint hasznos lehet ez a mechanizmus? A jogállamiság elve megjelenik az Unió alapszerződésében, és az alapvető értékek egyike. Nem lehetnek olyan tagjai az Uniónak, akik nem tartják tiszteletben a jogállamiságot. Ezt a témát azonban épp a kiemelt fontossága miatt nem szabadnak kizárólagosan a költségvetésben alkalmazni. Ez ugyanis azt a látszatot kelti, hogy amit védünk, az nem a jogállamiság értéke, hanem egyszerűen ürügy arra, hogy csökkentsük a kifizetéseket az Unióban. Fontos megérteni azt, ha hiszünk az Unióban, akkor befektetésre van szükség.